Kína most először nőt küldött az űrbe. A kínai légierő 33 éves pilótanője két férfi asztronautával együtt a tervek szerint több mint egy hetet tölt majd a kínai kísérleti űrlaboratóriumban. Ha minden a tervek szerint halad, ez lesz Kína első kézi vezérlésű dokkolása az űrben. Kína északnyugati részén, a Góbi-sivatagban lévő űrközpontból lőtték fel a Shenzhou 9 űrhajót egy hordozó rakéta segítségével. Az időjárási körülmények kiválóak voltak. Három űrhajós, köztük egy nő volt a fedélzeten. Az űrhajó ráállt a tervezett röppályára, a legénység nagyon jó állapotban van. A fellövés teljes siker volt, jelentette be a kínai néphadsereg illetékese. Az űrhajó a tervek szerint két napon belül csatlakozik a föld körül keringő Tiangong 1 kísérleti űrállomás modulhoz. A dokkolás után az űrhajósok tudományos kísérleteket végeznek majd, és adatokat gyűjtenek. Lehet, hogy Kína le van maradva bizonyos civil technológiák terén, de a meghatározó iparágakban gyorsan fejlődik, mondta egy pekingi lakos. A kínaiak nem csak űrprogramjukra rendkívül büszkék, hanem arra is, hogy most először Liu Yang személyében nőt küldtek a kozmoszba. A 33 éves nő a kínai néphadsereg őrnagya, és már csaknem 1700 órát repült a légierőnél. A kínai technikai fejlődést jelzi, hogy Peking 4 éven belül szeretné megépíteni önálló űrlaboratóriumát, 2020-ban pedig a tervek szerint működni fog egy űrhajósok fogadására alkalmas űrállomás.